emlékeznek rá, több településen is volt lakossági fórum, polgári engedetlenség, demonstráció azért, mert hogy egyszer csak az ott élők, itt két konkrét településről is beszélhetünk, arról értesültek mondjuk a Magyar Közlönyből, hogy az ő településükön ideiglenes befogadó állomás fog majd épülni a menekültek számára, és legfőképpen az zavarta őket, az ott élőket, hogy kihagyták a döntésből, hogy egyáltalán akarják, nem akarják, és igen, akkor milyen feltételekkel. Aztán most, ha olvasták a hírt, akkor tudják, miről beszélek, de akkor már is elmondom. Arról van szó, hogy Baranya megyében Siklós Nagyfalu polgármestere felvetette azt az ötletet, hogy a település sportpályáján akár lehetne is egy menekülteket befogadó állomást építeni, persze ennek ára lenne. És szigorúan magánvéleményeként fogalmazta meg ezeket a gondolatokat Kosztics József, aki most a telefonnál van. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Kérdezett csókolom, jó estét kívánok az ATV nézőjének! Üdvözlöm! Én mondtam, hogy magánvélemény, de azért polgármesterként az ember még a magánvéleményét is fogalmazza meg, azért annak van hírértéke, és gondolom már a falubeliek is értesültek arról, hogy ön mit fontolgat, vagy legalábbis milyen ötlet jutott eszébe. Mit szóltak? Hát vannak pró és kontra vélemények, vannak olyanok, akiknek tetszett az ötlet, és vannak olyanok, akiknek nem. Ez valahol természetesnek tartom. Főként azért is, ugye, mert ismeretlen még ez a dolog Siklós Nagyfalu számára, de nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy a fölvezetésben azt tetszett mondani, hogy szigorúan a magán véleménye, mint Kosztics Józsefnek a véleménye, ez az ötlet, mert hogy még Siklós Nagyfalu tekintetében és az önkormányzat tekintetében semmilyen döntés és semmilyen határozat és semmilyen lépés nem született a tekintetben, hogy ezen a településen egy befogadó állomás létesüljön, és annyi helyesbítést tennék még, hogy nem sportpárról van szó, hanem egy úgynevezett cigánygödör néven elhíresült részről, egy ilyen külterületi rész a településnek. És az mi? Hát ugye régen a cigányok vándoroltak, mentek jobbra-balra, és ugye a településnek azon részén telepettek le, ahol igazából nem mehettek. Nem jöttek be a faluba régen, és ott telepettek le egy-két napig. De most mi van ott? Tehát ez, amit épp látunk a képeken, nem tudom, hogy ön látja közben az adást, nem látja, mert arra kértük, hogy ne nézze, vagy nehogy összegerjedjen a hang. Szóval, hogy ezen a területen akkor most nincsen semmi, tehát ez egy külterületi rész. Így van. Magáról az ötletről miért, vagy minek hatására jutott önnek ez eszébe, hogy itt akár lehetne is egy ilyen állomás? Hát egyrészt megmondom őszintén, hogy egy megyei napilap szerkesztővel beszéltem erről a magáról a menekültekről, és hát főhívott, hogy nem láttunk a környéken menekülteket, és én mondtam, hogy ön a Siklós Nagyfaluban nem, de oldalon úgy hallottam, hogy igen. És kiderült, hogy a kukoricásban dolgoztak emberek, és azt keverték össze a menekültekkel, szegényeket. És itt beszélgettünk még egy pár mondatot, és csak azt mondtam, hogy én magánemberként szívesen befogadnám ezeket az embereket, mert sajnálom őket, mert valahol azt látom, és azt érzem, hogy velük is úgy bánnak, mint hát egyrészt a cigányokkal itt Magyarországon. A településen egyébként jellemző, vagy nagy számban élnek Siklós Nagyfalun romák? 80%-ban jönnek cigányok, igen. Uh-huh. Vegyesen egyébként. A cigány nyelven belül is, akik más nyelven beszélnek, 80%-ban vagyunk jelen. És akkor visszatérve a beszélgetésünk elejére, még ha magánvéleménye is, de akik már a Siklós Nagyfalun hallották, olvastak róla, vagy hallották azt, hogy ön mit mondott egyáltalán, hogy mi jutott az eszébe, ők még a vegyes is a kép, de több, tehát mit mondtak, milyen mondatok hangzottak el, hogy ez most jó, nem jó? Van, akik félnek, mert nem ismerik ugye ezeket az embereket, nem tudják a szokásaikat, és a híradásokból olyan képek jönnek le, ami alapján azt mondom, hogy Siklós Nagyfalu lakossága joggal, egy része joggal félne, a másik része meg sajnálja őket. Nyilvánvaló, hogy ha véletlenül oda kerülne a sor, hogy népszavazást kell kiírni ez ügyben, hogy legyen vagy ne legyen, hát nem tudnám megmondani, hogy melyik arány győzne,
de azt látom, hogy nagyon nagy az ellenállás a környező települések részéről, és nagyon nagy a lobby, hogy egyáltalán szóba se kerüljön ez a téma. Én megmondom őszintén, hogy nem csodálkozom rajta, csak sajnálom azokat az embereket, akik jelenleg is kinnalszanak a szabad ég alatt, meg azokat a gyerekeket is, és azokat is, akik ki vannak szolgáltatva minden nap ezeknek az embereknek, akik becsapják őket. Mármint akiket azzal hitegetnek, hogy átviszik őket az egyik országba a másikba. És nem értem, hogy miért nem engedik tovább. Az embercsempészek, ő rájuk gondolt most. Így van. De én azt is olvastam a hiradó.hu tudósításában, hogy a szennyvízhálózat kiépítését, az utak megjavítását is akár elfogadná cserébe, hogyha ez az ötlet megvalósulna. Hát ez sem volt teljesen pontos, egy kis csúszatás volt benne, de nyilvánvaló, hogy ez úgy került szóba, hogy én azt mondtam, hogy mivel a településen elég rossz a közműhálózat, elég rosszak az utak, elég rossz az egészségügyi ellátás, ezért én azt gondolnám, hogy ha ez szóba kerülne, hogy itt legyen egy ilyen befogadó állomás, akkor ez mind feljavítaná, ez mind hozná magával, hogy nyilvánvaló, hogy feljavítanák az útjainkat, lenne orvosi rendelő, lenne az elsődleges munkaerőpiacon lehetőség arra, hogy elhelyezkedjenek a siklós nagyfalusiak is, ez mind hozná magával, én azt gondoltam, és én annyit mondtam még ezzel kapcsolatban, hogy nyilvánvaló, hogy azt hiszem, hogy voltak valamilyen számok, 3,7 milliárdok voltak a két településen, de azt mondtam, hogy hát Siklós Nagyfalusban lehet, hogy 1 milliárdból is csodát lehetne csinálni. Megint mondtam végül is. 1 milliárdból biztos, hogy lehet csodát csinálni. Igen. Attól függ, hogy mekkora csodára várunk. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és elmondta mindezt. Viszontlátásra, viszonthallásra.